Köszöntök mindenkit, én Streki vagyok, és ma egy kis értékelést a Halloween hétről. Ugye, mint az valószínűleg követtétek, ezen a héten Halloween hetet tartottunk, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig kizárólag Halloween-es horror, félős, beszaratós játékokkal játszottunk. Öt különböző játék szerepelt a listán, és kisebb-nagyobb sikerrel abszolváltuk ezeket a feladatokat. Ugye többek között a hetet egészen pontosan kezdtük a Lurking nevű igazán eredeti játékkal. Ugye az volt az a játék, ami gyakorlatilag vaksötétben játszott, és a mikrofonod jelei alapján derítette fel előtted a területet. Tehát ez volt az első, ugye a Lurking, ami úgy nézem, hogy eléggé tetszett nektek, ugyanis elég sokan megnéztétek. A második volt a Vanish nevezetű kis indie játék, amelyen a festett pofámat láthattátok 13 percen keresztül. Ez volt a kis alaksoros, alagutas, rémisztgetős, jumpscare-es játék, amin többször is beszartunk. A harmadik a One Late Night című játék volt, az volt az, amelyik az irodában játszódott, és a fekete néger kéményseprő asszony ellen kellett játszani, és elől kellett menekülni. A negyedik, azaz a csütörtöki napon a Hunt nevű Slenderman mód vagy copy volt a miénk. Azt nem szerettük. Tehát, hogy az rohadt unalmas volt, az még nekem se jött be. És ami nem így indult eredetileg, hanem a Groundskeeper nevű játékot forgattuk le aznap. Csak hát nem mondom azt, hogy technikai okok, mert hazudnék, tehát hogy az én balfasságom miatt az a videó meghiúsult, ugyanis képzeljétek el, hogy lerendereltem szerda este a videót, gondoltam majd éjjel feltöltem, hogy másnapra, tehát csütörtökre fenn legyen nektek, és hát azzal a slunggal így félelmosan így leültem, hogy feltöltem, és kitöröltem a lerenderelt változatot úgy, hogy hozzá kitöröltem a nyersanyagokat is, így nem tudtam még egyszer lerenderelni. Tehát azt megszoktuk. Na, tehát, hogy mindegy, a Groundskeeper lett volna, ami sokkal jobb volt, ezért biztos, hogy őt még vissza fogom hozni majd. Szerintem a közeljövőben, és megmutatom nektek, hogy miért is volt az jó, szarrá szartam magam azon a játékon, össze-vissza pofán igeztet. Hát az lett volna a negyedik, de helyett a Hunts nevű Slender Copy-t kaptuk, és az ötödik, azaz a pénteki napon ugye jött az új Slender the Arrival című játék, ami hát igazából egy Slenderman, csupán ilyen... Hát fogjuk rá, hogy egy kampány sorozat van. Ugye, ha jól tudom, akkor 5 chapterre van osztva, és ugye szebb grafikával bír, igazából ezerszer jobb hangeffektekkel, az jó volt, az tetszett. Sajnos nem jutottunk sokáig, de azért egy 20 perces kis gameplay benne van. Ez volt pénteken. Én úgy gondolom, hogy elég jól sikerült, az én idegrendszerem az valószínűleg hát így stabilan tönkrement. Remélem azért ti is élveztétek a Halloween hetet. Én megpróbáltam azért a legjobb tudásom szerint szórakoztatni titeket. Szerintem azért majd lesznek ilyen hetek. Karácsony hetet nem ígérek, de már készülök a karácsonyra is valami frappánssal, valami kellemessel, valami tázgatós, sütítős vloggal, karácsonyi játékkal, kis kellemes hangulattal. De egyenlőre ott még nem tartunk. Tehát remélem élveztétek a Halloween hetet. Én örültem ennek az egésznek, szerintem ez egy jó kis hét volt, és remélem, hogy nektek is tetszett. Egyébként a hét során nyertünk 6 feliratkozót, így szerintem azért úgy mondhatjuk, hogy ez a hét sikerrel zárult. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a héten, és remélem nem ijedtetek meg túlságosan. Most egy kicsit visszatérünk a lazább játékokra, és ígérem, hogy spórozunk is egy kicsit, hogy végre megnyugodhassak. Ennyi lett volna, most megpróbálok pár vicces vagy jó kis pillanatot összegyűjteni az elmúlt egy hétből. Köszönöm, hogy velem tartottatok, várlak titeket hétfőn, és újra belevágunk a régi kerékvágásba. Sziasztok! Oké, bocs! Megyek, bocs! Most már ezen a héten annyira belejöttem a horror játékokba, hogy nem fog megijedni ettől se, baszki. Bazdmeg, hazudtam. Rohadt módon be vagyok szarva. Bemenjek ide, baszki! Hát én tiszta hülye vagyok, ember. Be a szűk helyekre, hagyj kapjak szívra a motit. De komolyan én amúgy... Ez a legnagyobb félelem, hogy egy játék közben fog szívramot kapni, baszki. Folyamatosan mozogjunk, vagy... Vagy mi a fasz?
Ott van. Futás, anyád. Ez amikor egyszer ráz a hideg és kezdesz leizzadni, baszki, ez a kedvencem. What the fuck? Ott van. Futás. Ez jön utánam, baszki. Kikapcsoljuk, hát akkor nem látja. Ott állt szembe a fáknál. Ezek a hangok, papírokat kéne találni, hogy durvuljon a szitu, nem? Ezt nem lehet arcrezenés nélkül végigjátszani, ugye? Aki ezt úgy végigjátsza, baszki, annak pénzt adok. What the fuck? Hol van? Ott van. Akkor erre megyünk inkább. Nekem arra nem is tetszett annyira. Nézzétek csak itt, micsoda jó. Jó helyünk lesz itt. Haj, hát ezt figyel. Mit van? Keres rohadt anyádat. Hol van? No, menj már! Nem, nincs retri. Ezt sem értem, mert itt egy jó verta, érted? Nem, hogy elmennénk vele a picsába. Jár az autó. Don't look back, ne nézz hátra, de hátra nézz. Hoppa, ott valami fénylik, az batteries lesz, szerintem. Hát igen, hogy valaki sétál az úton, hát ide le, és lerakok egy akkumulátor. Hát ez... Ezeket a 360 fokos körbefordulásokat azért teszem ám, hogy lássam, mi akar engem hátulról megtámogatni. Hol vagy? Hát de az a durva, baszki, hogy már én hajszolom őt, tehát már én keresem az ellenséget, nem ő engem, hát már én megyek utána, hogy hol vagy már. És egy... gondolom, hogy LGE monitorunk van, gondolom, hát a jogokkal nem akart már baszakodni a cég, és így egy LGE nevű kis... Fasz, a monitor jutott nekünk. Hát, ha kell. Hoppa, egy kulcs! De ki az az autista aktakukac, aki egy kulcsot basz ki a WC-be tesz, hogy így sétál hazafelé a melóból, és jé, itt az irodám kulcsát, akkor ezt berakom a WC-be. Tehát, mert ez sűrű, nem? Ami csak elbújja, hide. Tehát el lehet bújni, ami tudjátok miért nem jó, mert akkor valami meg is tud minket baszni. Legalább ez egy illedelmes szellem, hogy megengedő, hogy leüljünk. Kopog. What the fuck? I see you, azt mondja nekem a köcsög. Látlak. Fuck. Anyádat is, te gyökér! Eddig... Anyádat! Faszom! Anyád, milyen hamburger! Hát ezt beszarok! Ki az a gyökér, aki ezt itt hagyja meg, ezt a pizzát? Viszonyok Robinak az irodájába. What the fuck? Mi az anyád az? Azt a kurva. Te takarodj már innen. Mi van? Mi van itt? Szart se látok.
Léci! Most ez mi? Ó, egy battery! Jaj, de jó! Hú, bazd meg! Mi? Engem bedobtak ide? Hát fasza, jó fejek vagytok, srácok! Gyertek inkább be utánam, köcsögök! Amikor, amelyik játékban lehet futni, az már szar. Az már rosszul kezdődik. És amiben el lehet fáradni, az meg még rosszabb. Hát még egy ilyen, és baszki, kilépek a picsába. A jumpscare-es tetves kurva anyád! Mi a... Hát és ez zsákutca, baszki! Mégis csak vissza kell menni. Bazd meg! Bazd meg! Arra nem lehet menni, hogy csak ott kell, bazd ki. Ó, no. Baszki, hogy persze, hogy be lehet ide menni. Ó, Jézus Úristenem. Hello! What the fuck? Hello! Haha, most gyertek be, köcsögök! Jaj, de megijedtem megint! Ú, bazeg, olyan pofába ugrás lesz ebbe a játékba. Wow! Hello! Wow! Hello! Hello, hello! Ez csak én vagyok, nyugalom! Hello, hello! Nyomkodom a Q betűt, mint az idióták. Ez ilyen, nem ilyen futós menekülés, ugye? Hello, hello, hello! De már lehet benne futni, bazd meg, vége van mindennek. Mi ez? De hogy? Bazki. Oh man. Vicces. Hello. Azt a kurva. Az megeszi. De miért teszed meg? Neked ez miért jó? Takarod. Na mi van, búza? Te hogy? Mi az anyád?